ellenzék megértette a választók üzenetét. Összefogtunk, hogy végre ne egymást győzzük le, hanem a Fideszt. Egy az egy ellen fogunk megmérkőzni a kormánypárttal, mert csak így győzhetünk. Hogy ki legyen az az egy, azt nektek kell eldönteni. Idén Magyarország történetében először országos előválasztást fogunk tartani, ahol nektek kell megmondani, ki legyen az ellenzék közös jelöltje. Én a magam döntését meghoztam. Miniszterelnök jelöltként kérem a támogatásotokat, hogy kihívhassam Orbán Viktort, és legyőzve őt végre megteremthessük a szabadság és a jólét Magyarországát. Egy olyan országot, ahol mindenki azt kapja, ami neki jár. Aki tisztességesen dolgozik, az minőségi fizetést. Aki tisztességgel ledolgozta az életét, az tisztességes nyugdíjat. Aki pedig kifosztotta a nemzetet, az példás büntetést. Ehhez nem elég, hogy én legyek Magyarország leendő miniszterelnöke szükségem van alkalmas képviselőkre is. Jász Nagykun Szolnok megye négyes számú választó körzetében a Jobbik egy olyan embert támogat, aki 2018-ban bár 40%-ot ért el, így is csak második lett. Az ellenzik akkor nem fogott össze. Most 2022-ben itt az idő, hogy kijavítsuk a hibát. A Jobbik jelöltje Csányi Tamás. Csányi Tamás vagyok, mezőtúron élek, három fiam van, középiskolai tanárként húsz évet szolgáltam a közösségemet. Számomra nem kérdés, hogy megméressem magam az ellenzéki válogatón, hiszen 2019 óta, mint országgyűlési képviselő járom a körzetet, ismerem az itt élők problémáit, az emberek életét, a települések történetét, és azokat a lehetőségeket, amelyeket végre ki kellene már használnunk. 2022-ben a demokratikus ellenzéknek lehetősége lesz megnyerni a választásokat és elküldeni Orbán Viktort és korrupt rendszerét. Innen üzenem: a győzelemhez versenyre van szükség. Egy olimpiai cím elnyeréséhez sem egyetlen győzelem szükségeltetik, hiszen ahhoz sok válogatón és számos megmérettetésen keresztül vezet csak az út. És az is nagyon fontos, hogy részesei legyünk ennek a megmérettetésnek, hogy az emberek érezzék, hogy a döntés az ő kezükben van. Hiszen nem csak a saját, hanem gyermekeik és unokáik jövője forog kockán. És az, hogy Magyarország egy élhető demokrácia lesz, amelyben öröm lesz élni, gyermeket vállalni, családot alapítani. Boldog István körzetéből egy dolgot még ígérhetek, amit be is fogok tartani. Elszámoltatjuk a tolvajokat. És visszaadjuk a népnek mindazt, amit elloptak tőlük. Tiszta közéletet, jólétet és szabadságot minden magyarnak. Arra kérem az ellenzéki pártokat, a civileket, de legfőképp benneteket, támogassátok Csányi Tamást.